Sziasztok! Amint a címből is láthattátok, egy Pepkós videót hoztam nektek. Beugrottam a Pepkóba egy-két dologért. Hát, sikerült! Megúsztam, meg is mondom, 8800 forintból. Úgyhogy büszke vagyok magam. Amiért bementem, azok ezek a kis gyerekválfák voltak. Kész van Eriknek a gardrób szekrénye, meg a íróasztala, minden össze van szerelve, és most már a ruhákat fogom átválogatni, és átvinni az ő szobájába, bepakolni a ruhákat, és kellettek nekem ilyen kicsi gyerekméretű válfák, hogy rápakoljam a kis ingeit, meg azokat a pólókat, fölsőket, amik vasalást igényelnek, mert rühellek vasalni, és inkább egyszer kivasalom, oda felcseszem neki, azt remélve, hogy nem fog kelleni újra venni, és ennek darabja, vagy csomagja volt 500 forint, és úgy képzeljétek el, hogy 8 válfa van benne, szóval 16 válfa 1000 forintért. Magamnak hoztam egy zoknit, 1000 forint 5 pár, férjemnek is 1000 forint 5 pár, Eriknek 2 csomaggal hoztam, 1000 forint 4 pár. Úgyhogy így nézének ki Eriknek az zokniai, narancssárga, szürke, kék. Ebből hoztam két csomaggal. Velem szembe jött ez a színfogó kendő, soha nem használtam színfogót, se a Pepkóból, se a Flámból, se a Tescóból, sehonnan. Hát mondom, megpróbálom, megnézem, 500 forint volt és 15 színfogó kendő van benne. Őszintén 500 forint tért, nem várok el hűde nagy csodát, mert 33,33 forintba jön ki darabja. Beszakítja a hálót! Hú, nyitva van a bejárati ajtó, és be van húzva a hálunk, és ilyen húzós ajtó, és nagyon drága a javítás, az ajtó sem volt olcsó, és azt hittem, hogy beesik azon a hálón, azért is mondom, hogy beszakad a háló. Na szóval, 33 forintba jön ki darabja, meglátjuk, hogy mit tud. Fiúknak vettem egy-egy ilyen croissant kiflit, nagyon puha, ezt fogott meg benne, ahogy én megtapogattam, nagyon-nagyon puha. Vettem még nekik két üdítőt, azt hiszem, hogy itt van, nem vagyok benne, igen. Hova? Annyi, hogy már megbontottuk, mert voltunk lángosozni a piacon, és megbontottuk, úgyhogy két ilyen kis öcsi jött még velünk. Haza ezeket a kasszánál szerkesztettem be. Ugyanúgy a kasszánál választottam még elemeket. Mindig szoktunk venni, ha megyünk Pepkóba, mert nagyon sok bigyegős, éneklős játékunk van, úgyhogy ez eléggé fogyóeszköz a házba. Legutóbb a férjem a Teddybe vett, hát ilyen nagy csomagba. Próbálok olyan finom szavakat találni rá, ritka, rossz, pedig nagyon drága volt ezekhez képest, és bizonyos nem betesszük a távirányítóba, 4 nap után lemerültek, betesszünk egy éneklő játékba, és 2 nap után már le vannak merülve, a fél fejemet meg nem látjátok, mindegy, megszoktátok, én milyen kis ügyes vagyok. Még van itten egy pár filctól, nem értem, hogy ez mi itt a végén, hogy ezzel el lehet vajon tüntetni, mert mindnek fehér a vége. És ilyen színes a másik oldala. És magamnak vettem még egy, hát ilyen határidő napló féle, nagyon szép kis csillogos, kemény. 1000 forint volt ez. Bocsánat, 600 forint. Ugye ezt mondtam, hogy 1000, a kiflik valamilyen 100 valamennyi, nem tudom már pontosan. 500 forint volt a pici elem, és 450 a nagy elem. Bocsánat, lemaradtak az árak. És akkor 1000 forint volt ez a kis határidő napló. A másik betelt, nem szoktam évente cserélni. És ennek csak ilyen sima a belseje, jó lesz majd ötletelni benne a
videózáshoz meg felirogatni, ami kell. Szóval ezt vásároltuk 8800 vagy 8000 forintért, már meg nem mondom azt a 800 forintot, tudom, hogy 8000 voltál, és 8800, jól emlékeztem. Ezt vásároltam a Pepco-ban, ez volt a Pepco videóm. Szerintem már mire ez a videó ki fog menni, bőven a hónap vége lesz, mert ha tudom, jól emlékszek, 21-ére minden videó már be van állítva, és még alig 15-ét írunk, úgyhogy most nagyon jól sikerült, előre dolgozzak, és erre nagyon büszke vagyok. Szerintem ezt mire kimegy, szerintem vagy hónap vége lesz, vagy már márciust írunk. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. És nem sokára érkezünk a húsvéti dekorációval, a húsvéti videókkal és a tavasziakkal, mert nekem olyan tavaszi feelingem van. Nem tudom miért, és nem tudom, hogy mondjam el nektek, de én nekem most ez nagyon jól esik, ez a gyönyörű szép napsütés. A férjem például kint veti a fűmagot. Be akarjuk vetni itten a járda mellett. Terveink voltak idének is betonozásra, meg garázsra, de sajnos hát nincs időnk most idén ilyesmire, közben jött egy pár dolog, amivel szembe ütköztünk így, és most újra kellett tervezzük a dolgokat, és most ezt a részíten beveti fűmaggal, ha ilyen jó idő van. Hát, hogyha még esik egy kis eső, és akkor nem kell locsolgatni, mert a fele, amit az ősszel beszórtunk, az a fele kikelt, a fele nem, és akkor azt a felét akarjuk megcsinálni, meg akkor mondom, ez még plusz beesett, úgyhogy kín van fűmagot ültet. A kicsi az kín van, csúszdázik, meg itt játszik, focizik az udvaron, a nagy meg mesét néz. De én is gyors elpakolom ezt meg, amit vettünk a piacon, és szerintem visszaveszem a kis fölsőmet, és én is kimegyek egy kicsit itten járdát cseprek, egy kicsit kint lenni a jó időben. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, maradjatok továbbra itt a csatornán, továbbá nézzetek szét, és találkozunk egy legközelebbi videóban. Én Timi voltam, puszillak titeket, és köszönök mindent nektek. Sziasztok!